Tiszteletem, hölgyek, urak! A benzinkutor 416 benzin. Megálltam, csináltam egy teletankot, és indulunk is tovább. Majd nagyon érdekes helyre visznek el benneteket. Gyertek velem, ha úgy gondoljátok, van kedvetek egy kicsit autózni. Right? Hoppá, gyere haver, gyere, gyere. Gyere haver. Te is. Gyere. Gyertek nyugodtan. Én ráérek. Oké. Okay. És már is. Hát itt nekem visszafele kell menni, de itt láttátok a táblát, hogy csak jobbra kanyarodhatok. Ezért vissza kell, majd forduljak. Innen ugyanis ki tudnék menni a nagy útra, de viszont mi a fene? Kerülnék egy marha nagyot, azt mondja, nem akarok. Megálltok a gyerekek, jó. Megyünk. Right. Na. Megpróbálunk megfordulni. Elég a múltkor ráraktam a légkondit, és hát nagyon erős volt a hang, úgyhogy most igyekszem. Meg ugye szélhang, meg egyebek voltak, ilyen tapasztaltam a visszanézéskor. Én ugyanis ilyenkor nem hallom, hogy ugye mit vesz fel. De hát, mivel már van egy kis gyakorlatom a filmezéshez, elvileg, gondoljátok ti is, ezért most felhajtom az ablakokat, mivel hogy látom, hogy fúj a szél. És hát a befúj, a légkondi befújását pedig leirányítottam, amennyire lehet alulra. Tehát így valószínű, hogy elkerüljük azt, hogy túl hangos legyen. Mivel hogy itt van a kezemtől körülbelül 10 centira a légkondinak a befújója, azért fog valamennyi fog hallatszani. Amiért előre is elnézést kérek. Igyekszek hangosabban beszélni. Jó? Na, akkor ezt letisztáztuk. Most elmegyünk ez a 41-es, amint látjátok, ugye ki kell menjünk a városból. Azon gondolkodom, hogy végig itt menjek-e a 41-esen. Elég nagy a forgalom, sok a lámpa, úgyhogy valószínű, hogy kimegyünk a 75-ösre. Tehát akkor el kell kanyarodjak majd jobbra. És akkor a 75-ösön igaz, hogy ott annyi látnivaló nincs. De hát ezt a városrészt már láttátok sokszor, igaz. Úgyhogy azt csináljuk, hogy kimegyünk. Látok majd egy kis tágságot, vagy hogy mondjam, tág, igen, ilyen kis, és a légteret megérezni majd a távolságokat is jobban, mint itt. Úgyhogy érdekes film lesz, remélem, elnyeri a tetszésteket. És értékelitek azt, hogy én ezt most csak és kizárólag, gyakorlatilag 99%-ban a ti számotokra csinálom. Hopp, jó van, nem megyünk mégis, hogy ez. És hát legyen az 1% az én, az enyém, jó? Hát rég voltam itt, ahova megyek, és kíváncsi vagyok, van-e változás, vagy nincs. Meglátjuk. Igen, itt jelzi jobbra a tábla. East, ugye. És ott van a 75-ös jelzés. Hát igazán lekanyarodhattál volna az anyád szentségét. És ki kell várjam, amíg újra zöld lesz. Na, meggondoltam magam, nem kanyarodtam le, mert most
csak gondolkodok, hogy hát elég sokat kell arra, jobbra menjek, tehát utána visszajövök ugyanide tulajdonképpen, hogy rosszabb lenne úgy az út, magyarul kerülnék. Úgyhogy inkább vállalom, bevállalom a lámpákat. Hát azt hittem kicsit, hogy kevesebb autó lesz az utakon, mint a Hoosiers. És de hát én úgy látom, azért nem lesz olyan nagyon nagy tumultus. Ja, úgyhogy mégiscsak erre megyek. És akkor így, hát ugye a jó 5 mállyal rövidebb. Ott viszont mondjuk gyorsabb lett volna. Ugyan oda térek vissza. De ha jobbra megyek, akkor kerülök. Akárhogy is nézem. Alright. Nortnak megyünk. Nort. Palmetto. Ott is kitudtam a gyeres meg, akkor is. Szóval minden hogyan jó. Egyedül a beach irányába nem mehetek csak. Csurogjatok ki, gyerekek, menjünk. Gyönyörű az idő, ugye látni? Na, hát addig megállítom, hogy menjen fölöslegesen. Egyre több videót látok, amelyeket 4K-be csinálnak, készítenek. Hát én maradok 1440-esnél. Sokkal nagyobb helyet foglal el egyrészt. És tudnám én is csinálni, nyilván a kamera képes rá, meg tudja csinálni for 4K-ba is, de én maradok ennél a verziónál, így is elég nagy helyet foglal el, viszont jó a kép. Tehát aki telefonon nézi, annak meg mindegy, úgyhogy még ez se kérne, 1080-ba mehetne. Hoztam extra baterikat, akkumulátorokat, a töltőt is. Minden tudom tölteni szépen. Itt van most épp a telefonom, meg a izé. Készítettem ki $2, illetve hát 1,50 kell majd. Összességében majd $3 fog kelleni. Oda is, vissza is. Van egy ilyen úti díj. És megemelték, 30 évvel ezelőtt az $1 volt, már akkor is, most már 1,50. Direkt kértem a benzinkútnál aprót, mert általában biztosaim vannak. Vettem is ki pénzt, van nálam pénz bőven, úgyhogy csak menjünk. Igaz? Megépült az új mall. Szaraszott a végébe. Jó mondom. Lakewoodlán, igen, Lakewood Ranch, ott megépült az új mall, és nézd meg, hogy kihalt az egész. Megölte ezt a Bradington mallnak annyi. Teljesen kihalt. Megyünk kifele Bradingtonból. Jön majd Oneco.
van haladás, igaz? Lehet menni szépen. New York, rendszám, Georgia, ez nem tudom mi volt, ez a kettő volt, szóval négy rendszám volt, ami nem floridai, hirtelen. Még tart a season, a szezon, még mindig. Majd hamarosan aztán ezek eltűnnek innen. Mondjuk tavaly nem tűntek annyira olyan, szóval épp most néztem a polgárneten, készítenek a riportokat, ilyen beszélgetéseket a itteni magyarokkal, nekem is írtak, hát majd nem tudom, hogy mi lesz belőle, meg mikor, egy jó 45 perces beszélgetéseket láttam. Nagyon jó tetszik a dolog, és hát ott is mondja a srác, az autókereskedő, hogy na bizony itt megváltozott a világ. Ő 20 évvel ezelőtt jött, azt hiszem, mi már 30. És hát akkor ahhoz képest 10 évvel még akkor még kisebb volt a város. Tényleg egy ilyen kis csendes kis, mint azt mondja, a halászváros ilyen. Megvoltak még a régi ringling épületek. Párat hagytak meg, de nem sokat. Nem sokat. De ők alapították Sarasotát annak idején. Marvel, és ott a férfiak a nevét pontosan. Mabel? Mabel. Ringlingek. Cirkuszosok voltak. És hát tényleg egy nagyon kis város volt Sarasota. Nagyon kis város. Sáv, maradunk itt. Komoly szerkezet, ugye gyerekek? Komoly. A szívem fáj, ahányszor látok ilyen szép kamionokat, a szívem fáj csak. Fiam választhatta volna ezt a szakmát, örültem volna neki. A vőm, ő csinálja, ő járja. A Pít. Ő hivatásos kamionos, most már nem is tudom, hogy lassan egy éve. Úgyhogy állandóan úton van, marha jó keres. Nagyon jó keresnek. Csak hát keveset vannak otthon. És hát ők itt engedélyezve van a bentlakás, tehát itt ez egy szoba, a kis szobájuk van. A fülkében van ágy, minden kis hűtő. Mikro, mindene van. Tud csinálni 110 voltot. Ugye. Inverterrel ugye meg tudja csinálni, hogy tud használni készülékeket. 110-esek. Itt 220-asok, azok. Ugye van 220 is, de máshogy, nem úgy, mint a európai 220. Kicsivel másképp működik a dolog. Na mit integettek? Integetettek, hogy jöjjön át. Leszik elbaszta a sávot. Ja igen, itt ez. Rájött, hogy itt akar bemenni. Na, itt a kórház, a Beneti Memorial Hospital. Gyerekek, ez olyan gyönyörű. Ez világszínvonal. Világszín. Itt született a Jamie is, meg a Sophie is ebben a kórházban itt. Ez világszín. Marha nagy. Marha nagy. Milyen ez az épületet? Ez se volt itt. Meredi River. A Meredi folyón megyünk át, gyerekek. Ez a folyó.
Tampa, Tampa. Magyarok úgy mondjuk, hogy Tampa. Tehát az Tampa. Érzitek ezt a tágságot? Ez nekem nagyon hiányzott Magyarországon. Voltam látogatóban otthon, hát jó, van ott is persze, mikor mész le a Balatonra vagy valahol, akkor ott is van nyilván, de ezek, de ez, hogy szóval meg lehet szeretni a levegős. Így látogattanunk ide. Folyódűnék, az a levelnek a résznek, itt van egy étterem is, nagyon régen egyszer voltunk itt, itt tettem a legjobb szkaloppot, nekem mindenhez kötődik egy kis kaja élmény, hát nyilván Ellenton, Ellenton, már hogyha az izére jöttem, mentem volna tovább a 41-esen, akkor itt ki tudtam volna jönni, itt, és itt följönni, ugye, erre a részre, itt tudtam volna visszakanyarodni, és fölmenni a 75-ösre, ugye, ezt most is meg tudtam volna csinálni, de hát én nem a 75-ösön akarok tulajdonképpen menni, illetve majd rámegyek, várjál, nem. Hanem én a 275-ösön fogok menni. Úgyhogy... Nagyon-nagyon régen... Mindig úgy elszégyellem magam, amikor eszembe jut a dolog, hogy ki akartuk menni a családdal a Skyway Hithoz, és rámentünk a 75-ösre, és azt hittük, hogy hát az megy el ott a hídnál. Hát nem. A gyerekek mentünk már, vagy másfél órája. Mondom az asszonynak, de mondom, mi ezt elbasztuk, ezt az utat. Azt mondja, ő is azt hiszi. Hát mondom, hol van már ez a rohadt híd? A gyerekek. Hát majdnem elmentünk izébe. Okalába. Júj. Ja, mert le kellett volna jönni róla a 275-ösre. Tehát a franc tudta. Aztán, hát csak megtaláltuk. És akkor nem volt még ilyen, hogy mobil, nem volt telefonunk. Voltak már mobilom, de nekünk nem volt. Aztán. Se térkép, semmi. Csak kibogóztuk. Micsoda, én a nagy kamion izé, ez az amaz, mit nekem? Kis amerikai izé, tájékozódás, hogy de? Nem figyelsz, akkor itt is eltévedsz. Mondom, hoztam batteri töltőt, úgyhogy merek filmezni bátran. Már úgy értem, hogy van hely. A memory kártyámra be se tudom teríteni, úgyhogy azon is 64 gigabyte. És hogy menjen a kamera. Sokan mondjátok, hogy hát sajnos nincs még esélyetek se némelyebb. Hát nem mindenkiről beszélek. De hogy valaki mindjárt megsértődjön. Itt a 19-esen vagyunk, mindjárt. És hát, hogy esély, hogy eljutni ilyen helyekre, hát legalább így azt mondja, hogy akkor látjuk. Tessék. Valódi Amerika része. Nem minden. Minden állam más egy kicsit. Amit így jobban megismertem, az Texas volt, és
Hát mi felmentünk ugye Georgián keresztül, na itt nézek, itt, na ilyen helyeken kell, hogy figyelj. Ha itt elrontod, akkor vége. Látod, itt Buda, hogy 19-es, a 45-ös, 275-ös köz. Tehát figyelned kell, hogy mit csinálsz. És mert az a az a kulcs szó. Látod? Tehát itt mutatja is. Tehát maradjál itt. Egy kicsit lehet gyorsítani. Volt egy barátja valamikor, az itt van a farmik. Most mentünk el mellette jobbra. A farmerek voltak. Jól mondom? Jól. Igen. Nem jól mondom. Itt van ez a szint, most jobb. Nem. Nem, ez a temető. Nem. Megvan a temető. Ezt még nem is figyeltem eddig. Figyeltem eddig, hogy itt marha nagy temető van. Na, szóval ezek 19-es gyerekek. Nézd meg, és rám jön 10 centire. Nem tartsák ám be a speedet. Nem tartsák be. Lehet, az előtése fiatalabb voltam, mentem, mint az őrült, főleg Magyarországon. Én kipróbáltam a Zill teherautót is, hogy mi a végsebessége, aztán majdnem megdöglöttem. Éppen csak az úton tudtam maradni, ugye, hanem kisodródtam a kanyarba. Ha mennyire sok szóljátok, mennyivel tudott menni egy Zill, a Zill teherautó, a platós. Mit lehetett kihozni belőle? Mennyire sok szóljátok meg körülbelül? Tehát itt vannak a farmok, így. Várjál. Itt van a farm, ez az a farm, erről beszéltem. Ez a boyfriend farm, old boyfriend. Ez az, igen, ez az, itt van. Igen. Jó gyerek volt, hát ők nem jöttek ki egymással. Itt van előttünk a highway. Hát erre nem voltam én már, vagy 4 éve biztos. Tulajdonképpen erre mi csak akkor jöttünk, amikor mentünk be Tempába a reptére. Valaki jött, vagy mi mentünk valamelyikünk. És most jön a tal, tehát fizetni kell majd, ha van pénz. Készítve. Mani. Aztán. Most nem tudom melyik felé. Majd a túloldalt állok meg. Gyere, bazdmeg, gyere. Elejtem.
óvatosan a kamerával. Nem tudom, hogy lehet-e, nem lehet, mit tudom én. Én hoztam a megfelelő összeget, nem kell itt váltogatni a pénzt. Hello, 150, right? Thank you. Thank you. Have a good day. Ó, gyerekek, ez hogy unhatja? Ez valami dél, amikor jönnek a izék, ugyanaz, jönnek be az autók ott, ahol vagyok, és akkor bejön egy nap 1000. Hogy unhatja, hogy köszöngetni? Hát a végén már nem köszönnek, csak jöttek. Kész. Megmondja. Na miért kellett fizessünk, gyerekek? Hát azért, mert hogy van a Skyway. Jön a Skyway híd. És hát a régi Skyway hídat, ez a hurikán lesöpörte a térképről, szétvágta. És hát felépítették ezt a gyönyörű új hidat, a csillagok útja, Skyway, csillagút, hát itt van csak a hidat, és itt van egy pihenő hidat, itt oldalt is van, és hát ez egy horribilis összeg volt, amiben ez került. És hát szerintem, amíg a világ, ezt fizetni fogjuk, illetve hát akik erre jönnek, és használják a hidat, ott a híd. Világ egyik legszebb hídja. Na most itt vannak pihenő részek, én is itt fogok majd valahol megállni, egy ilyen helyen. A kaját, innivalót. És hát, amit tudok, filmezek. Ez az én ajándékom a számotokra a mai napban. Eljöttem ide. 65 a speed limit. Ez gyakorlatilag 100 km-re lehet menni. Gyönyörű, igaz, gyerekek? Már meg van engedve, az a 70 májon legyünk, azaz 110-szer. Nem érzed egyébként. Nem érzed semmit. Főleg, amikor a nagy autónk volt, így is ugye vigyar rábeleztek. Akkor pláne. Látjátok, a régi híd, aki egy része, azt meghagyták ilyen pecázósoknak, pecásoknak. Ez a pír, és ott van vége, ott odáig elbontották, a többi részét elbontották. És az volt a régi híd. Szarozás tele van pecásokkal. Nagyon rég nem voltam itt a hídnál. Azelőtt ez a rács jobbra-balra ezzel volt. Aztán itt ugráltak le ilyen faszfejek. Nem öngyilkosok, hanem ilyen tudom, ilyen kötéllel is. Úgy látom, hogy most már rárakták ezt a hálót. Okos dolog. Én
egy kis korlátszerűség volt. Ja, azon gondolkodtam, hogy mi volt itt, mert nem eredetem volt. Valamit furcsa. Csinálják az új korlátot. Kötél egyébként. Kötél. Acélkötegek. Acélkötél. Aki magason vagyunk. Elég magason. Gyakorlatilag oda megyünk. Itt az a pihenő rész. Szóval kerítek egy nyugodt helyet. Van ez a pihenő park, ez fegyveresek őrzik éjjel. Hát armor, fegyveres security guardok vannak, nem a rendőrök. Hát gyanúk, itt van vége a pírnek. Nem tudom, hogy mit építhettek. Étterem? Lehet. Ide. Jöjjön ide mögém. Nem tudom, mi látszik. Gördekám. Hello! A mi a helyzet? Rest area, most már megálltunk. Oda megyek át, arra felülünk. Megyek, nem ide menjek. Itt kell, nem menjek, de át lehet oda menni. Alatt, a highway alatt át lehet menni. Aztán ott van egy kis emlékmű is. Nem veszed rám észre, hogy azért, ha 40-re mész, azt hiszed, hogy lépésbe vagy. Szemetelést büntetik. Rest area balra van. Park. Miért itt jobbra mi van? Semmi. Ja, semmi. Itt vissza tudsz menni a hídra, ja. Igen. Na, itt vagyunk át a highway alatt. Igen. És akkor balra. Itt jönnek a másik irányból, a rest area-ba. Ide. Meg van ez csinálva. És itt van. Egyelőre itt megállok, körülnézek, aztán hiszen nem ez a park az, ahova én jönni akarok, hanem a túloldali. Nem baj, gyerekek, semmi probléma. Semmi probléma, itt a víz. Semmi gond, másik helyre kell majd menjek. Még lehet pihenni. Jó, egy kicsit megállok én is. Oké. Okay. Itt az emlékmű ez. Na, pihenő. Na látjátok, itt van a batteritöltőm. Ez. És oda be van dugva, és akkor itt a bateri. Gyerek, te hoztam magammal.
Ez a battery ment eddig most, amíg jöttünk. És akkor megpróbálom, várj, nem jól raktam bele, azt hiszem, hogy a fordítva, igen, egy sárga fénynek kell följönnie. Ott van, és már tölti is. Jó, hát menjen, hadd szóljon. Telefonom az feltöltődött, 100%-osan. Oké, okay. Minden oké, okay. Minden rendben van. Lezártam. Itt van egy kis emlékműszerűség. Nem hiszem, a túloldalt is van. Annak a emlékére, hogy elég sokan meghaltak, amikor volt a balhé. Ott is egy eredeti horgony. Ja, ott vannak nevek, látjátok. Ezek coastguardok, ezek határőrök. Határőrök. Nem a hídról van szó. De akkor lehet, hogy a másik lesz az. Azok coastguardok voltak ott. Ha jól értelmezem. Igen. Itt a Sunshine Skyway, Jule Varen, Kavernal, szét. 3. Hát már nem lehet kiolvasni. A bronz. Ja. Valószínűleg ezek a mérnökök, meg a governorök, meg a State Road Department, igen. Teledobálták ilyen beton törmelékek, és nézd meg azért a víz, az hogy lesimogatja. Előbb-utóbb szétesik. Még ezt is a sós víz elintézi. Van egy kis szél, hát nem tudom milyen lesz itt. A jó illata van a jó tengeri sós. Ja. Van egy ilyen, tudjátok, aki már volt tengernél, hogy ennek van egy szaga. Ennél a pihenőnél a túl nagy érdekesség nincs. Úgyhogy valószínűleg annyi lesz, hogy meg csövelni, aztán kész, megyek vissza másik felére. Na, szóval. Pihenőcske, nézd, milyen szépen meg van csinálva. Kövek, nagyon szépek. És hát megyünk vissza akkor a kocsihoz, és átmegyünk a másik parkba. Kicsit beszélgettem ezzel a biciklisekkel. Jó, gyerekek, visszamegyünk. Ez nem az a park, amire én gondoltam, hogy megállok, és hogy megyünk vissza. Ne, gyerekek, visszamegyünk a hídra. És a túloldali parkot kerestem volna én elvileg. Voltam. Itt azért még egyszer megnézem. Ugye
5 éve, no, jó, hogy visszajöttem. Oh yeah. Csak ez a kapu nem volt itt, ez kevert meg. Jaj, gyerekek. Látjátok, ez az, amikor hosszú évekig nem jössz valahova, és akkor ez a vége. Mert én emlékeztem rá, hogy át kellett jönni a hidon, és akkor le lehetett jönni, és itt volt ez a park rész. Erről van szó. Bizony, szoktak lenni emberek. Megállok, jaj! Megállok, pihennek. Jaj, hogy nem kezdtem el vissza. Már ott is van egy park. Ott is van. Itt voltunk, én a kutyáktól is van. Windsurfeznek. De fúj a szél eléggé, és ilyenkor lehet használni ezeket a szerkezeteket. Valahol itt megállom mindjárt. Itt bizony, itt voltunk, gyerekek. Hát itt a hőség volt akkor is, egy pocsolya, szinte forró volt a víz. Szinte. És itt el lehetett menni erre végig. Na itt megállok egy kicsit. Van egy üdítőm. Hoztam vicacokat. Még főzik, gyerek, itt van a szél valahogy. Itt minden lesz csak főzés, nem? Szóval jó hideg bizony. Na, sikerült kinyissam, még fel is borult. Elég ott van a híd. A távolba. Nem gondoltam, hogy ennyien lesznek itt. Hát, ha szél van, az elnézést kérek. A szél hangért. Többféle fajta. Hoppá! Hát nagyon erős a szél hangja, mondom, behaladszott a kamera. Na és hát megvan a technikája, hogy hogyan csinálod, igaz? Aztán hadd szóljon. Összekócolta itt nekem az ászlóbat. Na
mindegy, majd kiigazítom. Na jó van, hát elszórakoznak, igaz? Na, elbalagunk visszafele egy kicsit. Megnézzük a túloldalt is, jó? Ott mit csinálnak? Na most ugye egyértelmű, hogy nekem arra kell menni, mivel hogy arra jöttem, és ott van a híd, tehát az oda felvezető utat kell megkeressem. De hogy itt elmenjek tempába. Igen. Ja, ez a kapu, ez nem volt itt. Ezelőtt. Úgy van. Jó. És akkor itt megyünk föl. Igen, a restér. Bar. Így már érthető és logikus. Jó. Megyünk vissza. Visszafele. Majd a túloldalon, ott, amikor megállok, akkor kajálok. Fél egy van, ebédidő. Úgyhogy... Itt majd besorolom, ha sikerül. A minimum speedet is írják, tehát a legalacsonyabb sebesség, amivel mehetsz. Tehát az alatt már nem mehetsz. Itt a pír, látjátok. Úgy látom, itt visszafele most nem fizetek, mivel nem mentem ki a végére. Magyarországról, mondom, 3 hét után honvágyam volt, aztán itt még ehhez a részhez értik, amit most láttam, mondom, ezt a látképet, aztán mondom, azt meg, na, itthon vagyok. Ezt csak megverejtem el. Meg lehet szeretni ezt, és lojális is lehet lenni ez az ország. Bálod azt szedni, mint a bokrot, amerikai így. Jó, a politika az más, de alapjában véve Amerikában nincs semmi. Ez egy ilyen világ.
ide vetett a sors, itt kell éljünk. Mit mi szeretnénk. És ugyanezt elmondta a sógornőm, és neki is igaza volt, amikor Budapesten fönn voltunk a Gellért-hegyen, és ugyan alattunk a város, és egy hasonló ilyen, tulajdonképpen ilyen, mondhatjuk úgy is, hogy ilyen hazafias érzés megfogta őt, és hitvallást tett, hogy ő mennyire szereti ezt az országot, ami Magyarországot, és Budapestet, és ez a gyönyörűség, ami előtted van, abszolút igazat adok neki is. De valóban az is egy jó érzés. És bennem is jó érzés volt látni Budapestet abból a dimenzióból. Akkor voltam életemben először, és hát valószínűleg utoljára ott a Gellért-hegyen, Szabadságszobornál. És tényleg gyönyörű volt Budapest. A zene a kocsiba, senki egyikük sem beszélt, mentünk végig a rakparton a Budain, és ugye másik oldal volt a parlament, mentünk végig. Aztán bizony meg kicsorzultak a könnyeim, gyerekek nekem is. Nem tudtam én megtalálni a helyemet akkor ebben az országban, nem tudtam. Látszik nekem ahhoz ide kellett jöjjek, hogy megtaláljam a helyemet. Így volt megírva a sorsom. Tényleg is megvan ám a szépsége, amit most láttuk. Valahogy mégis. Jó, itt ez a oldalbeli oldalon levő resztéria. Itt megállunk és itt tudunk ajánlni. Mész fel a pierre, tehát erre a régi hídra itt fel lehet menni. Lehet fölmegyünk. Fölmegyünk? Gajáton utána. Ez hasonlóképpen van megoldva itt a dolog. Nagyjából. Igen, hol lehet bemenni? Ott lehet bemenni. Átépítették ezeket a pihenőket. Átépítették. Kutyák. Ott voltak kutyuskák. Itt a kamionok. Megyek szép lassan, jó? Majd elengedem ablakot is. Csőrös. Ez mi ez? Peterbilt. Peterbilt. Ez FedExes. Igen, ezek nem így néztek ki, ezek a épületek. Megnézzük a piknik ériát. Erre mutatja, meglátom. Piknik éria. Ott a híd, látjátok, onnan jöttem.
azt mondja, hogy a fűvön ne parkolj. Lehet még tovább menni? Kijebb? Mutatja, meg szerint lehet. Ó, nem, megfordulsz. Ó, vége. Nem, nem. Itt vége, arra lett volna jó kimenni. Hát, ha nem tudsz. Igaz? Nem tudsz ki. Gyerekek. Mit csináljuk? Hogy baszodjon meg. Hát én nem így képzeltem el, hogy itt én nem itt akarok. Nem itt akartam én főzni. Megnézzük a túloldalt, mármint a másik érját. A másik oldalt is megnézzük, gyerekek, a fishing pier-t, jó? Amit mondtam az előbb. Ez a fishing pier. Na, itt már azért csendesebb. Én valami ilyet akarok. Ilyenre vágyok, ilyen csendes helyre. Figyelembe kell vegyem a szélirányt. Ezeken a részeken én még soha nem jöttem így le így, mint ahogy most látjátok. Még soha egyetlen egyszer sem. Úgyhogy nekem is most új dolog. Nekem is új. Ez az. És hát ki akarom tapasztalni, hogy mi itt a fennforgás, milyen helyek vannak, hogy mit. És akkor a családdal is ide ki lehet jönni. Például itt nézd meg, milyen szép. Igen, ez az. Na ide kell jönni. Igen, igen. Na erre gondoltam én ilyesmire. Ilyen megoldás. Dugaron van. Igen, a szél onnan fúj. Lakókocsival kiáll ide a Jürge. És már alszik. Mit csinál? Akkor én a
azt hiszem, hogy itt be is fejezem, már tovább nem megyek, nincs értelme. Igen. Itt visszakanyarodok. Már nem megyek föl arra a régi hídra, már nem megyek, nem nincs értelme, hogy oda kimenjek. Itt valahol letáborozok. Itt valahol. Ja. Itt megállunk. Igen. Itt a vízzel. Na honnan fúj a szél, várjál? Mindegy. Erről. Tehát akkor nekem így kell állni, így. Hát, csak rájövök, hogy így valahogy. Igen. Na, kitapasztaljuk. Hát, de klassz. Na, ide ki kell jönni majd a kutyával, meg a gyerekekkel. Meg hát az Évivel. Nagyon jó.